Oké, apró technikai szünet. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a múlt héten elkezdett kérdezfelelek videó második része lesz, mert ugye mondtam, hogy annyi kérdés érkezett, hogy muszáj volt több feleszednem a megválaszolásokat, úgyhogy most kétharmada a kérdéseknek csak könyves kérdés lesz, és hozzácsapom még ehhez a videóhoz az írós kérdéseket is, de akkor kezdjük el, mert hosszú lesz ez is, mint a legutóbbi. Miért szeretsz inkább fantasy stílusú könyveket írni? És ezt elrontottam, mert ezt szerintem az íróshoz kellett volna betenni, mindegy. Akkor tudom szabadjárend... Na. Szóval akkor tudom teljes mértékben szabadjára engedni a fantáziámat, tehát hogyha fantasyt írok, akkor azt találok ki hozzá, amit akarok, tehát nincsenek benne ilyen megkötések, hogy így a realitás talaján meg kell maradni a dolognak, hanem azt találok ki, meg úgy találok ki, ahogy akarok. És ezt szeretem, hogyha nem vagyok bekorlátozva, meg úgy tényleg akármit csinálhatok a könyvön belül, meg a történeten belül, és akármit létrehozhatok, és ezt szeretem benne a legjobban. Mi alapján vásárolod a könyveidet? Egyrészt most az első dolog, ami megfogja az embert, az nyilván a borító. A második az a fülszöveg, de mondjuk a fülszöveg nem sokszor mond nekem eleget, úgyhogy olyankor még általában a borító miatt megnézem, elolvasom a fülszöveget, és akkor utána még megnézem hozzá az értékeléseket, és azt úgy szoktam, hogy próbálom a negatívabb vagy alacsonyabb csillagozású értékeléseket olvasni, mert hogyha azokban írnak olyan, kiemelnek például olyan negatív dolgokat, amik tudom, hogy számomra is negatívak lennének, akkor el tudom dönteni, hogy el akarom olvasni, avagy sem. Szóval nagyjából így nézegettem, hogy mi az, amit megveszek és mit nem. Mióta gyűjtöd őket? 2013. augusztus. Akkor vettem, szeptember eleje, akkor vettem meg az első Percy Jackson könyvet. Vagy ha szigorúan akarjuk venni, igazából előtte volt egy csomó Pony Clubos könyvem, amit körülbelül 6-7 éves korom óta gyűjtögettem, de azt nem számoltam soha hozzá, úgyhogy 2013. Szoktál könyvtárba járni? Nem, de ezt elmondtam az előző kérdezfelelekben is, csak az más kérdés kapcsán volt, hogy igazából itt nálunk kicsi a könyvtár, és elsősorban nem olyan könyveket szereznek be a könyvtárba, amiket én szoktam olvasni, és ezért nem járok könyvtárba. Egyébként, ha valamilyen nagyon nagy könyvtárunk lenne, ahol van benne egy csomó könyv, tehát sokkal nagyobb állománya lenne. Hú, micsoda könyvtáros szakszavokat használok. Rám ragadt azért valami legalább a suliból, szóval, hogyha más állomány lenne, akkor valószínűleg járnék jobban. Igen, közben konzultáció megy az udvaron, hogyha az behallatszódik, bocsi. Olvastad vagy tervezed olvasni az Énekes madarak és kígyók balladáját? Nem olvastam és nem is tervezem, igazából engem az éhezők viadala nem nagyon fogott meg, és különösebben nem érdekel. Azt hiszem az előzmény sztori, de az se érdekel, úgyhogy nem fogom, nem tervezem. Több angol nyelvű könyvet olvasol, mint magyart? Szerintem kb. Egálban lehetnek, ha így megnézném, hogy mi volt az összes angol, meg mi volt az összes magyar. Ja, fele-fele arány van szerintem. Mit csinálsz azokkal a könyvekkel, amelyeket már nem szeretnél a polcodon tudni? Hát először megpróbálom eladni, per elajándékozni, ami általában nem jön be, mert Matildának van kávéja, úgyhogy tud pörögni. Szóval ott tartottam, hogy mit csinálok azokkal a könyvekkel, amelyek már nem szeretnék a polcon tudni. Szóval igazából eladni még nem nagyon sikerült őket, úgyhogy így mindig pakolgatom egyre lejjebb a polcon. És amikor már nagyon úgy vagyok vele, hogy nagyon meg akarok tőlük szabadulni, akkor általában beviszem a könyvtárnak. Szerintem több angol könyvet tettem ki, mint magyar, de azt is szívesen fogadták, úgyhogy ja, odaadom a könyvtárnak. A Pony Klubos könyveimmel is ezt csináltam, odaadtam mind a 130 nem tudom hány darabot a könyvtárnak. De nekem legalább egybe voltak meg a sorozatok. Ha egy könyvet olvashatnál életed végéig, melyik lenne az? Ezen egyébként gondolkodtam előre, mert hát most mondjuk egy könyvet olvasni rohadt unalmas lenne, úgy őszintén, tehát gondolkodtam, hogy lehet, hogy valami nagyon hosszú könyvet kéne, de mondom, azt is megunnám egy idő után. Mondjuk kicsit megkerülöm a kérdést, mert szerintem most, hogyha csak egy könyvet olvashatnék, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor írok saját magamnak sztorikat, ha nagyon ezt akarjuk csinálni, de aztán végül arra jutottam, hogy szerintem Rupika úrtól a Tej és méz, amit szerencsére ez legfelül van. Szóval igen, Rupika úrtól a Tej és méz, mert ez számomra egy olyan verses kötet volt. Hát segített átvészelni pár időszakot, úgyhogy szerintem
Ha depressziós lennék azért, mert csak egy könyvet olvashatok, akkor lehet, hogy ott tenne egy kis rupit olvasni, ez mindig úgy valamennyire visszaadja az életkedvem, vagy nem is tudom, eléggé azonosul, lehet vele azonosulni is, de úgy ösztönző is. Tavaly év kedvence volt egyébként. Kedvenc könyvsorozat, Percy Jackson és az olimposziak. Elég egyértelmű. Mi a véleményed a hangos könyvekről, Audible szolgáltatásról? Igazából én azt hiszem életemben egyetlen egy hangos könyvet hallgattam, az is a Robinson Crusoe volt, mert nagyon nem volt kedvem olvasni, akkor még nem szerettem olvasni. Én nem szeretek hangos könyvet hallgatni, azért, mert ahhoz, hogy én teljesen bele tudjak merülni egy könyvnek a sztoriába, vagy egy sztoriba, nekem ahhoz figyelnem kell, szóval azoknak tök jó a hangos könyvhallgatás, akik ugye más is tudnak közbe csinálni, én könyveknél pont nem tudok közbe más csinálni, tehát vagy a sztorira figyelek, vagy nem figyelek egyáltalán rá. Tehát nekem az lenne a problémám hangos könyvhallgatással, hogy ahhoz így feküdnöm kéne egy helyben, és nem csinálni semmit, csak hallgatni, akkor meg már annyi erővel olvashatom is. De egyébként szerintem meg tök jó, nincs vele nekem semmi bajom, meg nem mond, meg tudom, hogy vannak, akik azt mondjuk, hogy a hangos könyv az nem számít olvasásnak, meg mit tudom én. Engem igazából ez a része nem érdekel most. Az, hogy én nem hallgatok meg, nekem igazából nem lenne ugyanolyan élmény meghallgatni, mint elolvasni, az más dolog. Hogy talált erre a PJO-ra? Hát a Percy Jackson és az olimposziakra, igazából úgy, hogy jött ki a két film, akkor még nem tudtam, hogy van belőlük könyv, és az unokatestvérem megkapta a könyveket az első film után, de engem akkor még ugye nem érdekelte a sztori úgy különösebben könyvben, és velük mentem moziba megnézni a második részt, a Szörnyek tengerét, és az unokatestvérem az mondta, hogy hát milyen rossz volt, meg hogy a könyvben tök más volt, én meg akkor így hirtelen eszembe jutott az első film, milyen jó volt, vagy hát mennyire tetszett akkor, meg hogy úristen, a második film is mennyire tetszett, és akkor kölcsönkértem tőle az első részt a villámtolvajt, és szerelem volt első látásra azzal a könyvvel, tehát hogy soha nem olvastam ki könyvet két nap alatt, de a villámtolvajt azt azonnal bedaráltam. Szóval így találtam rá. Miért kezdtél el olvasni? Ez a két kérdés fedi egymást, ezért kezdtem el olvasni, mert nagyon megszerettem a Percy Jackson sorozatot, és hát a Percy Jackson sorozat ráébresztett, hogy hát ez az olvasás, ez lehet jó is, úgyhogy olvassunk többet. Ugye akkor először még csak a Hero, vagy az Olympus hőseit olvastam utána, szóval nem azt mondom, hogy egyből elkezdtem falni a könyveket, de az indított el. Honnan szoktál könyvet rendelni? Bookdepository.com. Valószínűleg honnan veszem a 99%-át a könyveimnek. Az NS könyvet te angolul olvastad? Igen, az én kiadásom az angol. Bocsam, úgyhogy nem nézek fel, csak nem akarom lehíteni a laptopot se. Ismersz olyan könyvet, amiből jobb lett a film, mint maga a könyv? Ja, jó, majdnem mondtam, hogy ez a kérdés már volt az előző videóban, de rájöttem, hogy az volt, hogy a könyv is jó volt, meg a film is, az meg, hogy a film jobb lett, mi? Amiből jobb lett a film, mint a könyv. Most megint próbálok az annó régi videómra visszaemlékezni. A Hitterabithi a földjére az biztos, hogy nekem ide tartozott, mert a könyv különösebben nem nyugodott le, a filmnek a vizuális része sokkal jobb volt. A Végtelen történetet is talán ide mondhattam, mert az nagyon, nagyon különbözött a film meg a könyv. A Dzsungel könyve még ilyen. Amit mindig mondok, az a Pótkerék, a Duff, tehát nekem a könyv nagyon nem jött be, a filmet viszont imádtam. Mi a kedvenc könyved, könyvsorozatod? Mégse sikerült annyira kiszelektálni a duplázódásokat. Jó, hát könyvsorozatból Percy Jackson, minden Rick Riordan könyv, Harry Potter, Gyűrűk ura, bár ugye az akkor minden, ami Tolkien, az elméletileg egy sorozatba tartozik. Így neveld a sárkányodat, kb. Ezek. Kedvenc könyv, ilyen standalone könyv. Simon és a Homo Sapiens Lobby, az előbb mutatott Rupika úr könyv. Nem tudom fejből egyébként az összeset. A legtöbb azt tudom, hogy Rick Riordan könyve, amiben van kedvencelve olyan is. Tervez a Brandon Sanderson könyvet, könyveit olvas... Tervez? Ja, jó. Ha igen, melyiket? Melyeket? Nem. Nem is ismerős ez a név. Nem tudom, hogy ő miket írt. Aztán egyébként inkor simán előfordult, hogy van várólistán vagy kívánságlistán tőle könyv, csak nem emlékszem a nevére, de nem ismerős. Melyik jobb, a Gyűrűk ura vagy a Harry Potter? Melyiket szeretted jobban könyvben és melyiket filmben? A Gyűrűk ura világépítését szerintem jobban szeretem. Vagyis hát ez a Gyűrűk ura sztoria sokkal jobban be tud cippantani. Mind a kettőt szeretem egyébként. Azt mondanám, hogy jelen állás szerint a Harry Pottert könyvben szeretem jobban,
A Gyűrűk urát pedig filmben. A Gyűrűk urából is imádom a filmet, könyvet egyaránt, de a könyvet még csak egyszer olvastam, és a könyvek nagyon masszívak, és nehéz őket olvasni. Ugye Tolkien stílusa, ez kicsit nehezen földolgozható, tehát nem egy ilyen mai J.A. könyv típusú az írásmódja, úgyhogy abból a filmeket rengetegszer láttam, és ja, jelenleg azt mondom, hogy azokat jobban is szeretem. Harry Potterről viszont a filmeknek vannak gyengébb pontjaik. Lee Bardugo-tól terveztél olvasni Six of Crows duológia, az egyik kedvenc sorozatom. Igen, a Six of Crows egyébként várólistán van, meg azt hiszem neki van több könyve is, az a Siege and Storm, nem tudom magyarul a címeket, most hirtelen bocsi, meg a Grisha trilógia is hozzátartozik, vagy az más íróhoz. Szóval van tőle könyv várólistán, csak még nem szereztem be, per olvastam őket. Ki a kedvenc íród? Rick Riordan, őt fogom mondani egyértelműre, hogy ha esetleg még akkor hozzácsapjuk, hogy Cressida Cábel, ugye így neved a sárkányodat, Tolkien a Gyűrűk ura miatt. Nem fogom mondani J.K. Rowlingot, mert őt, mint személyt annyira nem csípem. Inkább a könyveit. Mióta olvasol angolul, én is rá akarom venni magam, de félek, hogy nem úgy jön át a történet, mint magyarul. 2014 óta? Na, azt tudom, hogy 13-ban olvastam a Percy Jacksonokat, és utána olvastam a Heroes of, vagy az Olympus hőseit, és azt már ugye angolul, mert akkor még nem fordították, szóval 2014 óta. Hát igazából az elején kicsit nehézkes, meg úgy hirtelen más, hogy föl kell egyből fogni az angol, de át lehet rá állni, szerintem. Legalább olyan jól föl lehet fogni. Nincs különbség abban, hogy átjön-e a történet, vagy sem. Az elején kicsit küszködni kell vele. Én is küszködtem, az első pár fejezet az kínszenvedés volt, és gyökettővel olvastam, utána meg rájöttem a technikájára, ami nekem beválik, vagy ahogy én tudom gyorsan olvasni, és ment. Például mielőtt elkezdtem olvasni, nővérem is mondta, hogy mikor ő a hatodik Harry Pottert még nem fordították le, mikor ő ugye olvasta annó, és megvette angolul, és az első oldalt vagy 10-szer el kellett olvasni, amire felfogta. Aztán azóta ő is inkább angolul olvas, szóval bele kell vágni. Ez is olyan, hogy gyakorlat teszi a mestert, és utána egyre jobb és könnyebb lesz. Inkább a sorozatokat vagy az egyrészes könyveket preferálod? Szerintem talán azért a sorozatokat, mert egy sorozatban sokkal több idő van kifejteni a sztorit és megépíteni a világot, és egy sorozatban sokkal hosszabb időn keresztül lehet benne az ember, és így lupickolhat a történésekben, meg a kedvenc helyeiben, meg ilyen-olyan dolgokban. Viszont meg kell hagyni, vannak könyvek, amiket például nem kéne sorozattá tenni, hanem hagyni kellett volna egy részes kötetnek, és sokkal jobb lett volna. Tervezel olyan könyvet olvasni, ami a komfortzónádon, kedvenc műfajodon kívül esik? Hát amúgy most is olvasok, mert nem minden könyv, amit olvasok, fantasy, vagy ilyen kis vidám, ifjúsági gyerekkönyv. Szoktam, szóval van olyan könyv várólistán is nekem. Tehát például, hogyha egyet most kell mondanom, amit tudom, hogy már mondtam valamikor, hogy ezt majd szeretném, az Vera Brittentől a Testament of Youth, amiből volt film is, az úgy például egy első világháborús önéletrajz. Szóval az eléggé a komfortzónámon kívül esik, és tudom, hogy fájni is fog, de vannak ilyenek, amiket majd szeretnék olvasni. Igazából azért szeretek jobban a komfortzónámon belül maradni, mert az olyan kis komfortos, azért ez a neve, igen, mert vannak időszakok, amikor nem bírok egyszerűen szenvedős könyvet olvasni, vagy olyan könyvet, ami nem fog belőlem ilyen kis meleg érzetet kiváltani. Hány könyvet olvastál eddig az évben? 5 és 30 között, mindjárt benyomom a moly.hu-t. Nem érünk rá, internet, gyorsulj. Azt mondja, azt írja, hogy 28, tehát 27-et olvastam, és 20 és 1 és 28 lesz azzal, amit most olvasok. Melyik az a könyved, amit még 60 éves korodban is olvasni fog? Szerintem Villámtolvaj egyértelműen ebben így benne van. Meg úgy az összes kedvenc könyvem. Amit nagyon szeretek, azt akárhányszor, akármekkora mennyiségben, tényleg orvérzésig tudom tolni. Milyen gyorsan szoktál kiolvasni egy könyvet? Ez teljesen változó. És még csak nem is attól függ, hogy jó-e a könyv, vagy rossz. Mert volt olyan, hogy a Villámtolvajt is 2 héten át olvastam, pedig aztán nem egy túl hosszú könyv, és szeretem. Hát azt mondanám, hogyha ki kéne átlagolni, szerintem egy olyan 3-4 nap egy 300 oldalas könyv. Kb. Van olyan konkrét könyv vagy könyvtípus, amit soha nem olvasnál el? Ez egy hasonló is volt az előző videóban. Nem mondom azt, hogy soha. Mert hogyha még nem olvastam, és csak azért nem olvasom, mert ilyen makacságból, akkor... Még a végén az is lehet, hogy
megtetszik, és azt fogom utána imádni. Most amit soha nem olvasni. Egy külön könyvtípus nem tudok kiemelni. Igazából szerintem jó könyv minden típusból van. Most az előző videóban is arra, hogy mi az, ami nem szeretek műfaj, arra az erotikusat mondtam, de szerintem simán az is lehet, hogy volt már olyan könyv, amiben voltak olyan elemek, vagy félig meddig elment volna annak, mert néha nincs becímkézve arra egy könyv, és akkor is egyszer csak szembe jön velem egy három oldalas részletezett leírás, amire nem voltam kíváncsi. Szóval igen, most nem mondom azt, hogy soha nem fogom olvasni, mert lehet belecsúszok, vagy lehet jön egyszer csak egy könyv, ami az a típus, és megtetszik, és elolvasom. Leiner Laura könyvei sosem érdekeltek? Nem. Ezt is szerintem sokszor, ezt legalább annyiszor kérdeztétek már, mint a Sarah J. Maas könyveket. Szerintem azt egyébként többször, de nem, nem, egyáltalán nem vonz egyik kötet se. A Leiner Laura könyvekről egyébként kevesebbet tudok, mint a Sarah J. Maas könyvekről, de így nincs, nem tudom, az a kategória, amik azok a könyvek, nem kifejezetten az, ami engem érdekel, és én ahogy így néztem másoknak, hogy még ugye amikor van benne. Szóval ugye amikor benne vannak így ezek a könyvek videókban, és így elmondja valaki, hogy miről szól. Különösebben nem érdekel. Top 5 könyv, amit nem szerettél. Szóval tényleg hirtelen föl kéne sorolnom. Akkor zárjuk ki a kötelező olvasmányokat, mert azt szerintem itt nem éri. Végzetre kés sorozat, azt most egynek számoljuk. Éhezők viadalása volt nagyon kedvencem. Ezeket most mindenkinek elmondom, és mindenki után fog. Mindenkinek itt szívtam a kedvenc sorozatait. Nézd, amit még nem szerettem. A Halálparancsot nagyon nem szerettem az Útvesztőből. Becky Abel Tullyéktől a What If It's Us nagy csalódás volt. Shadow Year, az a top 1, a The Shadow Year Hannah Richardtől. Az volt az a könyv, amit rüheltem. Hogy nem jutott eszembe? Van olyan könyved, amit csak a borítója miatt vettél meg? Hát olyat, hogy kizárólag csak, mint megláttam a borítót, és egyből kosárbe vesszük, olyan szerintem nem volt. Maximum olyan volt, hogy meg akartam venni egy könyvet, és csak azért a drágábbat vettem, mert annak szebb volt a borítója. Jó, van olyan könyved, amit csak... Ja, ez volt. Ja, top 5 kedvenc könyv. Percy Jacksonok, Így neved a sárkányodat, Harry Potterek. De ezeket nem tudom szétválogatni, bocsánat. A Gyűrűk ura, Kerion, Fenger, Simon, nem tudom őket így toppolni, van vagy 60 kedvenc átkönyvem, Goodreads-en is, meg moly.hu-n is, szóval nem tudnék így egyet mondani, mindegyiket szeretem. Nem kivételezünk egyikkel se. Jók és kész. Ki a kedvenc szereplőd a kisasszonyokból? Szerintem Beth. Volt már olyan eset, hogy olvastad egy adott könyvet, és szinte láttad, ahogy maga az író meséli a történetet, én most a Hobbittal vagyok így. Én olvasás közben igazából a sztorit magát látom. Nagyon el tudom képzelni, ami le van írva, mondjuk kivéve akkor, hogyha nagyon részletes leírást adnak valamiről, tehát hogy így, mit tudom én, egy épület teljesen le van írva pontra pontra, mi mennyi hány méter, akkor elveszek, mert akkor nem tudom elképzelni. Ugye valamit leírnak, hogy XY épület, és akkor én azt elképzelem, kialakul egy kép a fejemben, és mindent így el tudok képzelni, ilyen filmszerűen tudom látni magam előtt a sztorit. Meg amit én szoktam csinálni egyébként az, hogy saját magamat így ilyen külső szemlélőként belehelyezem, aki mindent tud. De azt, hogy az író meséli a történetet, olyat nem szoktam. Van kedvenc magyar írót költött? Ha igen, ki az és miért szereted? Nem, nincs. Nem is nagyon olvasok kifejezetten magyar szerzőtől könyvet. Olvastam már, de nagyon keveset. Hány évesen lettél könyv? Moly 13 és fél, de hogy is. Ha 2013-ban jött ki a Percy Jackson, akkor 13 éves voltam. Igen, 13, bocsánat. Majdnem 13. Miért kezdted el a Villámtörvel című könyvet? Hát nem is a kedvenc elfoglaltságod volt az olvasás. Igen, ezt az előbb már így részleteztem, hogy a film nagyon tetszett. Most már nem tetszik a film, most már tudom a sztorit. És akkor a könyvet elolvastam, mert kíváncsi voltam a rendes sztorira. Meg nem akartam várni a következő filmre, tehát én tudni akartam egyébként, hogy mi történik utána. De ugye utána a filmeket le is mondták, meg mit tudom én, de én meg akartam tudni, hogy mi fog történni. És akkor az ébresztett rá, hogy ez az olvasás dolog, ez buli, ez jó, ez tetszik. Tervezett elolvasni angolul a többi Harry Potter könyvet is? Igen, azt nem tudom, hogy mikor, de majd egyszer csak folytatom az ötödik résszel, csak az hosszú, és nem szeretem, amikor Harry hiszt is az elején. Mi a véleményed az Alkonyatról? Igazából nem szeretem, de a könyvet nem olvastam, a filmeket láttam párszor talán. Nem az én zsánerem, maradjunk így ennyiben. Dobby vagy Sirius? Dobby.
Nehéz döntés egyébként, de dobi. Mi volt az első könyved, ami miatt beleszerettél az olvasásba? Villámtolvaj. Ezt nem tudom, hogy konkrétan így benne volt-e, de Villámtolvaj. És akkor ezek voltak a könyves kérdések, és kifogy a tárhelyem. Okay, szóval ezek voltak a könyves kérdések, és akkor most ugorjunk át arra a 21-22 darab, vagy nem tudom pontosan mennyi, írással kapcsolatos kérdéssel. Első, mit ajánlasz kezdő íróknak a legjobban? Azt tudom mondani, hogy nem, ne féljen szerintem senki elkezdeni, mert most, hogyha nem is lesz az, hogy mit tudom én, egyből valaki így ráharap és kiadják, akkor is legalább tudod, hogy megcsináltad, megírtad, volt hozzá bátorságod, akár még el is olvastattad mással. Számomra az, hogy kiírhatom magamból, amit ki akarok írni, az jó. Most nem is az a legfőbb célom egyébként, hogy kiadjam, hanem tényleg az, hogy bennem van a sztori, és az itt nyomja össze a fejemet, és folyamat azon agyalok, és nekem az csak jót tesz, hogy kiírhatom magamból, úgyhogy írjátok ki magatokból. Miután megvan az első kézirat, meg vagy az első kézirattal, bővíteni szoktad azt, vagy lerövidíteni? Hol bővítem, hol lerövidítem? Ugye újraolvasom, és ahol nagyon hosszan, vagy hülyén, vagy többször írtam le véletlen mondjuk ugyanazt, csak más szavakkal, akkor azt rövidítem, ahol meg mondjuk nagyon gyorsan pörögtek a gondolataim, és haladni akartam, és esetleg annyira nem részleteztem a dolgokat, ott meg bővíteni szoktam. Általában egy pár oldallal, mire végzek, bővülni szokott az egész. Egy nap mennyi időt töltesz írással? Mostanában nem sokat. Mostanában sem ennyit egyébként. Utoljára szerintem márciusban volt ilyen érdemleges írással töltött időm. Volt olyan, szóval nincs ilyen konzisztens, hogy minden nap leülök és írok. Főleg nem most, ami minden nap eszembe jut, hogy le kéne ülnöm írni, aztán nem csinálom egyik nap sem. De ilyen 1-2 órákat, amikor leülök és írok, akkor szoktam. A második könyvednek, könyvsorozatodnak honnan jött az ihlete? Amikor Emma játszott Dragon Age Inquisition-t, ami a Dragon Age harmadik része, azt hiszem talán, akkor jött az ötlet, hogy akarok írni egy fantasy, de olyan emberekkel teli fantasy sorozatot. Az első ötletem, ami a Dragon Age kapcsán jött, az nem egészen úgy nézett ki, mint amit végül írtam, de az adta így a lökést ahhoz, hogy azt írjam, amit most írok. Milyen kritikákat kaptál a Csikó, aki tűzben született sorozatodra? Inkább negatív, vagy inkább pozitív? Hát én csak inkább pozitív. Kaptam egy-két negatívat, de inkább egyébként pozitívat kaptam. Moly.hu-n kevés visszajelzés van a könyvre, mert szerintem a legtöbb ember, aki olvasta, az nem a Moly.hu kategória, de amúgy a javarészt egyébként pozitív visszajelzéseket kaptam. Na, csak tudok beszélni. Mi a véleményed mások véleménye a fiatal írókról? Hát én fiatalon kezdtem, szóval most az én véleményem az nyilván az, hogy akkor is lehet. Szerintem mások véleménye alapvetően szerint... Mások véleményét egyébként honnan tudnám? Na mindegy, szóval gyanítom, mások véleménye ilyen fiatalabb írókról az, hogy biztos nem tudnak olyat írni, mint mondjuk egy 30-40 éves felnőtt, aki már sok mindent tapasztalt, ami valamilyen szinten lehet, hogy igaz, de egy gyereknek, vagy egy fiatalabb embernek meg lehet, hogy sokkal jobb a fantáziája, szóval... Mindennek megvan az előnye és a hátránya. Hogy haladsz a mély titkaival? A mély titkai nagyon jól van, köszöni kérdésed, kész van egyébként, tehát csak tudom, hogy mindig úgy emlegetem, de egyébként a sorozatnak nem ez a címe, a sorozat a Varázskövek, és nagyon kéne írnom a harmadik részt. De azt hiszem írtam kemény egy oldalt hozzá az elmúlt két hónapban, úgyhogy azzal bocsánat, rosszul haladok, de a mély titkai az jól van. Az legalább kész van, meg a második rész is. Hogyan tervezed meg és rajzolod meg a térképeidet? Nem tervezem egyáltalán meg. Leülök, fogok egy papírt, meg egy ceruzát, és rajzolom, ami jön. Ennyi. Aztán utána a sztorit igazítom inkább a térképhez, mint a térképet a sztorihoz egyébként. Írással kapcsolatos tippek még lesznek? Hát majd lehet, előre nem tudom megmondani. Ha eszembe jut valami videótéma hozzá, vagy valami ötletem lesz, akkor lesz. Lesz majd esetleg még írós videó? Mire ez a videó kimegy, addigra lesz egy egyébként. Vagy hát már volt egy. De valószínűleg még lesz, hát mindig írjátok is, hogy szeretnétek, meg én is szeretek néha olyat csinálni. Meg amikor van ötletem, akkor persze csinálok, ez egyértelmű. A saját szereplőid közül ki lennél szívesen? Ki lennék szívesen? Szerintem nagyon senki úgy szívesen.
Hát most ez relatív. Mare egyébként szívesen lennék abból a szempontból, ugye többedes csaj, de amúgy meg így a háttérsztoriát, meg a sorsát nem kérem, köszönöm szépen. Szemét vagyok vele kapcsolatban, meg a többiekkel kapcsolatban is, meg amik így történnek a könyvekben, szóval így amúgy nem lennék senki meg a helyében. Több könyvet írsz egyszerre, vagy csak egyet? Hát most éppen többet, mert javítom a Csikó, aki tűzben született utolsó részét. Írom a Varázskövek harmadik részét, javítani kéne a második részt, és igazából így néha napján visszacsapongunk a Mély titkaira is, úgyhogy jelenleg, hogyha úgy veszük, jó, de hogyha a javítást nem számoljuk, akkor egyszerre csak egy könyvet írok, mert akkor egy sztorira tudok fókuszálni. Mi a véleményed az idegen nyelven való írásról? Egyébként simán azt kéne. Ha bíznék annyira az angolomban, akkor simán azt kellene, hogy fogom a könyvet és lefordítom, mert nem azt mondom, hogy külföldön egyszerűbb lenne kiadni a könyvet, mert ott is legalább olyan rettenetesen nehéz, mint itthon. De nyilvánvalóan például angolul ugye sokkal több emberhez el tudna jutni, úgyhogy lenne értelme, de hát az, hogy én azt lefordítsam. Szerintem én annyira nem tudok angolul, főleg, hogy az angol nyelvnek így a szabályait nem tudom, a sok angol olvasás miatt rám ragadtak dolgok, de hogy miért, mikor, meg hogyan kell valamit használni, ezt nem tudom megmondani. A könyvet, amit elkezdtél írni, annak már kitetted az első fejezetét valahova, legalábbis így emlékszem. Én elolvastam, és nekem tetszett, kíváncsi vagyok a folytatásra, azt is ki fogod tenni, vagy mikor fogod publikálni. Hát ugye az el lett küldve kiadóknak, aki visszaírt, az nemet mondott, aki nem írt vissza, az nem írt vissza. Hát a helyzet az, hogy pont valamelyik nap talán, igen, valamelyik nap beszéltem apával, hogy most én nem vagyok annyira elfeszülve arra, hogy ki legyen feltétlenül adva, mert én örülök annak, hogy ezt így megírtam, én csak azt akarom, hogy ezt az emberek most elolvassák. És mondtam, hogy vagy akár kiteszem a honlapra a maradék részeket, mondjuk most még várunk kicsit, mert még a fél év nem telt le, kiadóknak a válasz ideje annyi szokott lenni, de hogy most várunk egy kicsit, aztán vagy a honlapomra teszem ki, vagy megcsináljuk e-könyvben a könyvet. És akkor nem lesz kiadva kézzel fogható formátumban, de ki lesz adva e-könyvként, és akkor az igazából majdnem ugyanaz. De az, hogy mikor, azt nem tudom. Az a jövő zenéje. Te hogyan írsz? Hagyományos papír, ceruza vagy gépen? Ezt egyébként annyiszor megkapom, de hogy... mert én tudom, a filmekben szoktak például írógépen is írni, de a végén úgyis azt bekezd... Tehát gondolom, azt beszkennelik, és akkor karakterfelismerővel, de hogyha kézzel írsz papírra, akkor ezt be kell utána gépelned, és tudom, mert úgy kezdtem. Az első pár fejezetét a Csikó, aki tűzben született első részének, a Futó tűznek úgy írtam, de én egyből a gépre írok, egyébként sokkal praktikusabb, meg nem kell utána szenvedni a begépeléssel. Igen. Ha írna valaki egy könyvet, veled lehet tesztelni, hogy milyen lenne a fogadtatás, mármint elolvasnád, véleményeznéd, nem vállalok be a olvasást. Tehát egyáltalán nem. Pont ennek igazából megvannak erre az okaim, mert mikor először volt szó a csatornán arról, hogy én írok, akkor volt is olyan, hogy valaki, vagy sőt, még írás előtt is, hogy elküldték egyből így pár fejezetet, hogy olvasd el, véleményezd, de az a baj, hogy egyrészt én nem tartom magam annak az embernek, akinek feltétlenül neked kell a véleményére adnod, tehát én is, hogyha odaadom valakinek a könyvet, és azt mondja, hogy rossz, akkor azt mondom, hogy jó, te bajod, szerintem meg tök jó, tehát, hogy jó, most erre szoktam megkapni, hogy nagyképű vagyok. Na mindegy, szóval nem csak hiszek abban. Hiszek egy kicsit magamban, na, meg nem hagyom, hogy feltétlenül másoknak a negatív véleménye hason rám. De most például nekem az a probléma, hogyha valaki egy olyan könyvet ír, ami alapvetően nem az én stílusom, arról nem fogok tudni egy olyan véleményt mondani szerintem, ami reális, tehát ott van, már annyit emlegettem, Éhezők Viadala, meg a milyen erekjéi, nem tudom, nem jut eszembe, mindegy, nem érdekel. Valakik szerint az ugye szuper könyv, szerintem meg így elment egynek, tehát hogy ez annyira relatív, és szerintem egy ilyen véleményezésnél leginkább nem az számít, hogy más, mint mond, hanem hogy te, mint író, elhidd arról, hogy amit írtál, az jó, mert hogyha te nem hiszed el róla, akkor az már veszed fejszennyele, akkor tök mindegy, mások mit hisznek. És egyébként azért nem vállalom még a béta olvasást, mert hogyha most elárasztanák például olyan az e-mail fiókomat a bizé ilyen részletek könyvekből, nem olvasnám el. Tudom, hogy ez így nem egy
túl jó indok, de hogy, hogy nem feltétlen kerülök oda, hogy elolvassam, meg tényleg én nem akarom mások könyvét véleményezni, ez nem. Hogyha ki lesz adva, nagyon szívesen elolvasom, akármilyen formában ki lesz adva, én nagyon szívesen elolvasom, de az, hogy béta olvasom, én azt nem akarom vállalni. Én se szeretem, ha megmondják, hogy mi az, ami nekik nem tetszik, tehát hogy az első fejezetet is fölraktam, és akkor volt olyan ember, aki mondta, hogy hát szerinte ezt meg ezt nem így kéne, de hogy nyilván nem olvasószerkesztő mondta, mondjuk az olvasószerkesztőnek is úgy néznék, hogy jó, de hogy én se szeretem, ha mások beleszólnak, és én se akarok másokéba beleszólni, mert nyilván nem értek hozzá olyan szinten, mint mondjuk egy olvasószerkesztő, mert nem olvasószerkesztő vagyok, meg nem is olyan fejjel olvasom, szóval vagy tetszik a sztori, vagy nem, és ezek alapján én nem akarok beleszólni másnak a sztoriába. Még milyen könyveket tervezel írni? Hát van elég sokféle tervben. Van egy csomó ilyen jegyzetem, tehát csak ilyen egy-két mondat fölírva, ami így vázol egy könyvet. Fantasy, ifjúsági, középsulis, romantikus, minden van. Minden van! Csak nem szeretek egyszerre több könyvön dolgozni, tehát hogy egyszer csak egy könyvre szeretem ráállítani az agyam, hogy egy sztorit tudjak kidolgozni, de azt jól ki tudjam dolgozni. És akkor ilyenkor inkább csak így leírom, ami ilyen ötleteim jönnek, és majd visszatérek rájuk, amikor aktuális lesz. Honnan lehet beszerezni a könyveidet? Egyrészt van egy e-mail cím a leírásban, könyvrendelés címszó mellett, ami acsacrendelés@gmail.com, acsacrendelés@gmail.com. Onnan lehet tőlünk, tőlem személyesen megvenni a könyveket, hogyha valaki ír arra az e-mail címre, tehát hogy így lerendezzük. A negyedik rész az azt hiszem, az csak nálunk kapható, azt szerintem nem tudom, hogy bent van-e, esetleg a Líránál, nem biztos. Az első három része, ahogy tudtam, már kapható a Lírában, a Libriben, Bookline-on, szóval ezeken a helyeken lehet elméletileg kapni, de azért mondom, hogy ott az e-mail cím a leírásban. Az a tuti, ott nálunk lehet egyből tőlünk. Fent vagy Wattpadon, és ha nem szeretnél majd jövőben írni oda történeteket, nem vagyok fent, és nem is tervezek fönt lenni. Én el vagyok a kis Word dokumentumommal, aztán, hogyha úgy vagyok valamivel, hogy publikálni akarom, van hozzá egy honlapom, úgyhogy soha nem is gondolkodtam Wattpadban. Ha már csinálok egy sztorit, akkor nem részletekben akarom megírni és publikálni, hanem esetleg oké, hogy részletekben publikálom, de nem részletekben írom meg, és ilyen részleteiben publikálom, mert egy csomószor ugrálok oda-vissza a sztoriban, amikor eszembe jut valami, és javítgatom. Milyen fajta könyveket tervezel, vagy szeretnél még írni, kiadni? Hát az előbb mondtam, igen. Fogsz írni fantasy sztorit is, ha már az a kedvenc műfajod, azt írok. Eddig csak azt írtam. A csikó, aki tűzben született, is fantasy. Beszélő állatok vannak benne, nem tudok máshova besorolni, szóval az is fantasy. No, akkor ez lett volna a maradék könyves kérdés, illetve az írással kapcsolatos kérdések ittek. És akkor ezen kívül még lesz egy ilyen magánjellegű kérdések per egyéb kérdések, amiket így az egyébhez kategorizáltam be. Az talán egy picivel rövidebb lesz, nem biztos. Lehet, hogy azokat hosszabban fejtem ki, vagy nem tudom. Remélem, hogy kielégítő válaszokat adtam egyébként. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Hát csak egy van hátra. Hát csak egy.